Na, hát szevasztok srácok, itt Panzer Pandi, ez pedig itt a legújabb videóm, és most hangyázunk, ászkázunk, illetve imádkozó sáskázunk, és hogy ne húzzam tovább a szót, és talán ezt rakja be profil, vagy izéképnek, előszedem a kicsit, meg a másik kicsit is mindjárt. Jaj, gyere! Légy szíves. Csináltam a kis imádkozó sáskáknak egy szép helyet. Oké. Ott van, látjátok? Egyikük, akit most ide majd szépen bele pakolok. Ups. Oké. Jó. Az egyik bent van, van egy másik is, csak őt is kiszedjük. Ja, egy pillanat. Oké. Fogtam őket, aztán holnap megyünk nekik kajáért. Mert még azt nem... Bár fogtam a vadonból azt is, de... tartósabb táplálékforrás kell majd. Jó. Ők benn vannak a helyükön, viszont mivel van benn föld, ezért jó, ezt a valamit ezt így most szépen itt a földre leszórom, majd összesöpröm. Nekik teszek be. Ászkát. Bár ki tudja, de eldöntöttem, hogy teszek be nekik ászkát, úgyhogy szépen felnyitom az ászka farmot. És keresek néhány szimpatikus delikvenst. Oké, ezt most szerintem ti nem látjátok. Nem egy végleges farm, úgyhogy nem is nagyon tervezek szaporodási populációt belerakni, csak vagy négy darab ászkát. Egyik oldalba. Mert azok a kicsi imádkozó sáskák. Jaj, kisebbek egyébként, mint maga a zászka, amit kapnak, úgy cseszik meg. Nem azért kell, hanem szimplán azért, hogy felmossa a talajt, ami összekoszolódik majd várhatóan. Igazából imádkozó sáska szaros lesz, de konkrétan úgy kell elképzelni, hogy az imádkozó sáskák összekakkancsolják. És ez a
nagy titok. Ezért kellene igazából, közben elneszottam itt az egyik. Anyum azt hiszem ki is nyírna, ha meglógna az egyik ászka. Gyertek, picike. Pontosabban ők már nagyok. Sáskák még picik, de az most nem érdekes. Hova lett a negyedik? Oké. Ja, visszaesett ide az előbb. Fogdostam őket össze. Csak egy rövidke periódusra kellenek, amíg a sáskák kinövik a helyüket. Okay. Úgyne. Azt most visszateszem. Így. Szépen. Egyébként most vannak új hangyák, elég szép számmal, bár a valósz meghalt, de az utolsó is, most tuti földes lett az orrom, na mindegy, most megnézem, hogy egy kicsi, ott log mindkettő tetőn, de jó, cukik. És akkor, hát az Endsight-ról érkezett valósz az így végezte végül. Feltűztem tűre, és most már nagyjából egy hete. Úgyhogy óvatosan elkezdem kihúzigálni a tűket belőle. Egyesével finoman. De ha elcseszek bármit, akkor ugrik a láb meg a csáp. Finoman. Egyik csápját már így is sikerült letörnöm, még mielőtt elkészült volna. Nagyon jó. És a végeredmény ez kicsit groteszk. Támadó pozíciójú felszúrt Vagusz királynő. Oké, ezzel semmi para nincs jelenleg. És mindjárt jövök vissza. Na, vissza is tértem. Itt van fenn a egyik imádkozó sáska, az ászka, az felmászott a plafonra a másik imádkozó sáska mellé. Oké. Egyébként úgy értem, hogy új hangyák, hát van egy Lasius Buneus, aki egy nem szociálparazita Lasius, nem beszéltem még nektek egyik fajtáról se, hogy mi ez a szocpar, vagy a szociálparazita, vagy nem szociálparazita. Egyébként ő körülbelül olyan 6-8, hát ő inkább 8 millis. Ő még nem kap kaját, mert ő neki nincsen dolgozója. Őt csak valahol itt hátul elrendezem, szépen itt. Az asztalon nagy kupi van, mert éppen
tegnap előtt, meg tegnap dolgoztam egy pár frissen befogott Temnotorax kolónia beszervezésén. Egyébként vannak lazus fuliginózusok, őrejük nincs ráírva, hogy fuliginózus, de ők fuliginózusok. Tetézette esetleg bármelyik. Nem, de a dolgozókat elfogadták, sárga lazus dolgozókat adtam nekik. Szépen lesötétülnek, és most csak lesz. Most csak fél az adag, mert nem baj, ezen rajt van a fej is, nem baj. Fele adagot kap mindenki a liszkukacból, mert hát készlet elég rendesen megfogyatkozott. Holnap megyünk. Készletet kisöprünk a bótból, úgyhogy veszünk liszkukacot meg. Röpképtelen muslincát, vagy sima muslincát, attól függ, melyik lesz. Ennek... Hát a dolgozó adoptálás sikeres volt, bábot azt elnyerte a főd. Nem érdekes, most különösebben nem zavar. Oké. Csepp méz. Remélhetőleg nem túl nagy. Majd itt a Temnotoraxoknál lesz érdekes, mert őket még majd be kell sötétítenem a videó folyamán. Már 12 percnél járunk, aztán még kb. Semmit nem csináltam, csak pofáztam. Na mindegy. Jó az. Itt is láb van, fuliginózusz, őket nem mutogatom végig, mert tök ugyanaz az összes. De tényleg... kis mézet kapnak, nem merek sokat. Majd máskor kapunk egy kicsivel több mézet. Itt a utolsó két felső sor az már teljes mértékben fuliginózis, meg van az a Buneus. Oda néz, itt is tökre láb van. Én azért közben megnézegetem őket, mert milyen sikereket ért el az adoptáló akció, mert ők szocparok, szociálparaziták, őket nem lehet csak úgy beindítani. Nekik adoptálni kell, és szereztem adoptálható dolgozókat, úgyhogy meg bábot adtam is nekik, aztán megláttam, hogy mi lesz. Itt is egész jó, bár itt csak báb van, mert ide nem raktam valamilyen dolgozót. Ha tudnám, én miért örülnék neki. De... semmi gond. Megnézzük így, hogy sikeredik. Úgyhogy... hát ez sajnos egy királynő által végrehajtott rampage lett itt az egyik kémcsőben. Nem 100%-os a siker. Ugye? Megölt. De az egyik királynő összes neki szent dolgozót, mert dolgozók agresszívoskodtak biztos, aztán a királynő az kicsit erősen savazott. Nem baj. Ez egy nem successful kémcső, meg... ez viszont az. Összességében egész jól sikerült az adoptálás, és ennek én örülök, mert így
azért egész jó esélyeim vannak, hogy legyen egy saját Lazius Fuliginosus kolóniám. Általánosságban 20%-os esély van, hogy egy királynőből kolónia legyen 20 vagy 25 dolgozó eset, vagy hát adoptálás esetén a fogságban, mert vadonban még kevesebb. De most jönnek a 4-5-esek. Szép dolgozó a királynőnek hamarosan. Szépen megvannak ugyanúgy, hogy eddig is. Királynőnek hamarosan jön a saját dolgozója. Tűzihabos kémcső, tökéletes nekik egyébként, és most csak gyorsan. Viszkukacot cseréltem le, mert méz még volt. Aztán beteszem, úgy ügyesen. Léci. Na, úgy. Tannotaraxotból most kicsit túl vagyok. Több van, amennyi kéne, úgyhogy majd itt is van egy. Létszám leépítések várhatók. Ő egy királynő. Nem most, vagy hát most fogtam, ja, egy gubancsba volt egyedül, úgyhogy nem nagyon zavartatta magát. Csak egy egészen nagyra sikeredett apró csepp mézet akartam neki adni. Beljebb is talom avatt, tehát, hogy szívja föl. Szépen őt is odébb rakom. És itt lesz még egy Temnotorax. De egyébként ők is mindazok, csak ők nagyobb kolóniák. Most a hétvégén szereztem őket. Már szárnyas egyedeket nevelő kolóniák. Ez is egyébként Temnotorax. Sejtésem szerint mind a kettő ugyanaz a faj. Gubacslakó kérekhangyák lesznek. Valószínűleg, azt hiszem, Temnotorax crassispinius, vagy mi a rendes, hivatalos neve. De nem vagyok biztos benne, mert nem vagyok professional. And keeper, professzionális hangyatartó, az van egy pár a Discord szervereken, ahol fenn vagyok. Az nem én vagyok. De legalább vagyok. És ez is Temnotorax kolónia, bár ez egy kicsit fogykos sajnos, mert itt királynő híján pusztul a kolónia. Gyarapodni nem igen fog max hímekből. Ez a dolgozó szórakozik velem, de vissza lesz pakolva majd a helyére. És kapnak egy kis mézet. Ugyanaz az ellátás, mint egy teljesen épp kolónia esetében. Méz, rovar, és semmi több. Legalábbis egy átlag, teljesen normál kolónia esetében, mert a maggyűjtők azok madármagot kapnak egy kis plusz. Általában napraforgó maggal, mert az olajos. Ez kell, a marginátuszok szépen megvannak. Ők telelés után egy dolgozóval indítottak. Most meg itt vannak. Igen, telelés. Az telelés során egy dolgozó a mézbe fulladt, egy másik meg
kiolvadás során az én hibámból halt meg. Sajnos. De reményeim szerint ilyen többet nem fog előfordulni. Telelésben is okosabb leszek már, és hasonlók, te ki vagy. Áj, Solenopsis fugax. Az is kis bohóc. Nagyon nehezen indulnak be, de ő neki sikerült volna, ha nem dönt, úgyhogy neki most bele kell rakni az összes petéjét a penészbe. És konkrétan a petéjének vége, azóta nem is láttam, hogy... Volt neki fiasítása. Mert most nem látom, mert egész nap avattában csücsül. Cserébe itt a másik Solenopsis fuga. Na most nehogy megdöglöttél. Ugye nem azt akarod nekem. Akinek volt már egy dolgozója is. Nagyon úgy néz ki, hogy ő is meg fog dögleni. Ott van a dolgozó a lábán. Szerintem. Akkor ő most így egyelőre nem fog kapni kaját, mert ha megdöblik, akkor fölöslegesen pazarultam rá azt a kevés liszkukacot is, ami van. És még ott vannak a nigerek a sarokban. Mármint így lesz, az... Oh! Para van. Formika kolónia. Formika rufi barbis egész pontosan. Best of 2021. Úristen, a leggyorsabbak. Őket nem is nagyon merem megnyitni, ameddig. Okay. Ups. Nehogy véletlen megrocsantsam a dolgozót. Oké, okay. Megvan. Ez most melyiknek volt a zárója. Na, összecseréltem két záróval, tehát nagyon ügyes vagyok. Szerencsére van itt még kettő. Ja, hogy a fugaxot nem dugóztam le. Ó, jeez. Okés. Elpakolom a dolgokat, ez ki lesz. Á, Barbarus, 1, 2, 3, 4, 5, a csodába ez megint redukálódott csak. Ha ilyen iramban fognak halni a dolgozói, akkor végére nem lesz egy sem. Pedig a magot is ügyesen eszik. Még nem kapnak ők, mert nekik még van. Ez, ó,
Nem. Az a Minor Hesperius? Ja, igen, az a Minor Hesperius. Jó. Akkor nem vagyunk annyira bajban, ott van hét, volt hét dolgozó. Barbarusnál meg Pete nincs. Ez az egyetlen egy probléma. Azt a csuda. Visszadolgozók. Nagyon kis vérmesekám. Barbarus dolgozók, most ők se kapnak még friss maga. Ez pedig itt, ha jól sejtem. Hol van a dolgozó öreg? Na, nem mondta, hogy ezt is kinyírtad. Fogyatékos. Na jó, azért kaját kapsz. Téged annyira nem mutogatlak, mert te tényleg egy fogykos vagy. Veled szenvedni lehet csak azt. Jaj, de jó. Örülök. Ők megvannak. A nigerek kapnak még kaját. Meg az új tennók is kapnak. Egy kis mézet, több mindent nem. De. Nem tudok most mit csinálni, mert nincsen liszkukacom egyszerűen, majd holnap kapnak többet. Aztán. Akkor már nem lesz kivételezés, meg problémák, csak most jelenleg egy kicsit ki vagyok fogyva. Nigereket is mindjárt behozom a kamerába, mert azért megérdemlik, mert ők szépen fejlődnek végig. Minor Hesperius neveket. Első dolgozók meghaltak, most is Istenem. Némi elgullás mindenhol van. Legalábbis nem mondom, hogy nigerek, mert sose biztos, hogy nigerek, csak hogy Lazius, valami barna vagy fekete Lazius. Brutális a népszám. Én náluk a legdurvább, azóta is szépen fejlődnek, és most nincs báb, mert előzőekben lehetett egy kikelés. Na és most jönnek a támnotoraxok. XXL kiadásban, brutális fiasítással, frissen szerzett temnotoraxok. Ugye ők azok, akik mindig problémások, mert ha csak nem egy apró formikáriumban vannak, amit egyébként most kerestem, az egyik mangyásodok veszek csoportban, felírtam, beírtam, hogy kellene. Mert ugyebár nem csak az Endsight létezik, mint tudom. Újabb van. Kicsit kipucolom őket. Jó. És abba mehet bele egy kicsi. Még csak egy csepp mézecske. És most szenvedhetem vissza a dolgozókat, akik legnagyobb örömömre nekiugranak mindennek. Úgyhogy
Nagy sikerű minisorozatunk indulhat is. Ami valószínűleg azt a címet viselné, hogyha tényleg lenne ilyen, hogy a Temnotorax tartás kínjai. Mert ameddig kémcsőben vannak szinte. Esélytelen, hogy az ember nyugalomban megeteti őket. De jó. Aj, de örülök, kiberhangálnak a kémcsőben is. Csak plusz munkát adnak. Ennyi már, csak vissza, légy szíves. De jó, hogy ezekkel minden egyes alkalommal ugyanígy kell szívni. Már csak a beköltözésnél is. És mivel az én ujjam nem elég nagy, hogy lefogjam ezeket a baró nagy kémcsöveket, ezért hát kényszenvedek velük egy kicsit, mire az összeset megfogom és visszarakom. Első csővel meg vagyunk, ezért is kell a nagyobb fajta cső, vagy nem cső, hanem formikárium, amiben majd el lesznek tárolva későbbiekben, ha szerencsém van, és találok. Most nehol felbolygattam a kicsikéket. Visszaállítom őket. Egyel könnyebb fokozat, a régi Formikit mikro. Beüzemeltem, mert ha már nem is az összes, de legalább egy. Temnotorax kolóniát. Gondok nélkül tudja etetni. Többieknek meg hát az összes fiesítása ott van a záróvattánál, úgyhogy őket most nem tudom megetetni. Legalábbis megpróbálni, megpróbálom. Attól még. Ezt a kutya. Meg a macska rúgja ketté. Na nézd oda, sikerült egy kisebb mézet beraknom. Talán. Ki, hogy minél kevesebb dolgozó legyen. Hogy Yeezys, hát ennek kell lenni fog a méz, hogy azt szívja. Ők egyébként jelenleg az asztalon vannak, vagy hát egy jeli szekrény asztalon van, mert ennek is, meg annak is nem van használva a dolog. Bőven elég. Ez volt az. Jó, remélem, hogy egy kicsi nézet azért. Jövő hétre, mire megjönnek majd, vagy remélhetőleg megjönnek majd a farmok, addigra azért
mivel lesz velük szórakozásom. Jó Isten! Ezeket abszolút nem... Sikerült bent tartsam, de talán tudnak enni pár cseppet a mézből. Vissza. Ez a baj, hogy pont a termnotoraxok szaporodnak lassan, de ők azok, akiknek a dolgozói folyamatosan megdöglenek, már kilógnak, és valami sajnálatos módon nem kerülnek vissza a kincsükbe. És nagyjából ezzel végeztem is egyébként mára. Úgyhogy... Én Pandi voltam... Erre a hétre ennyi lett volna, így is sikerült 30 percnyi anyagot összehozok, de ettől függetlenül sziasztok, találkozunk a héten valószínű.